nagytermünk, ahol éppen be tudunk pillantani egy Hellinger családállításba. Lelki nehézségeink feloldása történet művészeti munkával is. Jó, és akkor azt hozod le. Szobáinkban különböző kezeléseket tartunk, ebben a szobában például egy kineziológiai kezelést láthatunk. Következő szobában pedig egy fullféle diagnosztikai módszerrel dolgozó kollégát láthatunk. Lehetőség van nálunk a gyógymasszázs, illetve gerincmasszázs igénybevételére is. A következő szobában pedig egy Dr. Hauska féle kozmetikai kezelést látható. És itt található a biológiai fogászatunk, ahol szájsebészeti és implantológiai kezeléseket is végeznek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Lélek TV nézőit ebben a napfényes műsorban. Tudják, ezek is apostrofált meg egy is alkalmazkozik, hogy a napfényes alapítvány által illetve hívott napfényes gyógyközpont műsorra voltak éppen ez a műsor, amiben hétről hétre bemutatunk olyan alternatív terápiás módszereket, irányzatokat, különböző hagyományos orvoslási technikákat, pontosabban gyógyítási technikákat, hiszen az orvoslás az viszonylag messze áll az igazi gyógyítástól, ezt már ugye a múlt héten is megnéztük, hiszen az alternatív terápia egy teljesen más szemlélet a követ, amit mi holisztikusnak szoktunk nevezni, ami voltak éppen abban gyökerezik, hogy teljes egészében, rendszer szinten vizsgálja és hát gyógyítja az embereket. Ma a mostani vendégem Csehi István, szervusz István, köszöntelek, a Napfényes Gyógyközpont munkatársa. Tudják, ez a gyógyközpont Budapesten található a 6. kerületben, a Terész körúton. Ne felejtjék el, hogy minden egyes héten a gyógyközpont egy workshopot, vagyis műhelygyakorlatot szervez. Ezen a héten Pisti fogja tartani a workshopot, aminek az a neve, hogy gerinc ápolás workshop. Ugye ez egy műhely gyakorlat, ahogy a múlt héten a lányokkal beszéltük, de nagyon fontos az, hogy gyakorlati szinten ismerjük meg az emberek azokat a módszereket, esetleg ismereteket, amik vagy segíthetnek rajtuk, vagy előrébbiek őket, akár az önismeret, akár az öngyógyítás, vagy a gyógyítás folyamatában. Te ugye gerinc terapeuta vagy, gerinc masszázsal és alternatív mozgás terápiával foglalkozol, és hát nekünk van egy személyes kötődésünk, ezt múltkor már elmondtam, hiszen egy szakosztályban sportoltunk, de ha jól emlékszem, olyan 17-18 éven keresztül esetlen zsúdoztál. Nagyon szép eredmények vannak, válogatott voltál. És például érdekes, hogy a judó, csak hogy milyen utat vezetnek ugye az ember életet bizonságon másokhoz, pont a judó az egyik olyan sport, ami eszméletlenül érintve veszi a gerincet. Maga a gerinc az ugye az egész fizikai rendszerünknek a tartó osztopa. Nem csak fizikailag, energetikailag is. Igaz? Hogyan kerültél kapcsolatba, egyáltalán hogyan kerültél ide, ebbe a pozícióba, vagy ebbe a terapeuta szerepbe? Hát én most ugye a judó volt a kezdődés, hiszen ott ugye a derékben még nyitom a vére, és hát nekem is voltak sérülések. Kinek a derekam, kinek a vállam, ugye mindenféle ilyen mozgásszerű problémát lehet ugye a kerülőzés miatt. És akkor volt egy orosz kilográfia, aki egyszerűen a elvitt, és akkor a csodák gyógyulás volt, megropogtatott, és akkor a csodálkozásokra jött előbb ahol az ember. És azt láttam, hogy például a barátom, aki pedig egy sportolat, amikor nem vettek ki egy ilyen kezelést, és akkor akár műtét lett belőle, az nagyon hosszan tartó időt, komoly sérülések problémát. És én bizonyos szempontból akkor döntöttem rá, hogy ez engem ez egy jó módon nem érdekel. És akkor így mentem egy ilyen kilográfia iskolába, és akkor azt gondoltam, hogy majd a családom belül fog beállítani, és aki jelentkezik és megfelelő változat, akkor ezt elkapom.
És aztán valami kinőtte magát a dolog, és hát egyre jobban látom azt, hogy nagyon nagy szükség van, mert ez egy hiánykultó valami sajnos Magyarországon, ugye Amerikában van kirokkartó képzést az egyetemen orvosi szinten, keleten ugye az Amerikában kínai orvosságban az oroszoknál nagyon nem ismertek kirokkartóba, valahogy mindig közében egy kicsit ilyen mostanában kezeljük ezt. Ma már egyre több fiatalon is ezzel kapcsolódik, ahol olvasnak szakcikkeket, stb., de nem nagyon teljes sajnos Magyarországon. Ugye a kiropraktikát szokták viszonylag mostanában a csontkovácsolásnak hívni, azonban itt a csontkovácsolást ugye magyar nyelvben ugye képileg szoktunk gondolkodni, ez közel sem azt jelenti, ami volt a képen a szó, amit a képi tartalma. Nem, hát ugye ez a magyar népigyógyunkban is benne van, mert csontra kovácsolnak régen, és ők tudták, hogy ők helyen, hogy ők nem csak a gerincet kezelték, hanem ahogy valami baleseti orvos csinálni sérülésén a kívülték vizület. Azt, hogy meg tudnánk csinálni. Kicsit van fejlődő értelme, de ugye itt a kiropraktika, manuálterápia, osztópát, ezek mindig ugyanazt a tevékenységet akarják, hogy a hátnak azokat az ellátozásait próbálják gyógyítani, ugye az izomrendszer szintén, csontrendszer szintén, ami egy ilyen szép egészet kiad. Tehát nem csak masszázs és nem csak a csontok, hanem egészen a hátra. Ne felejtjék el, kedves nézőink, hogy ez a műsor interaktívá válik egy bizonyos pontnál, ezt majd el fogom mondani pontosan, amikor be lehet telefonálni, és addig lehet szépen gyúrni azokat a kérdéseket, amit majd Istvánnal szeretnénk esetleg föltenni telefonon keresztül. Ne felejtjék el, hogy most hétvégén, tehát szeptember 7-én reggel 9 órától 12 óráig Gerinc Ápolás workshopot tartunk István Ágyúr Központban. Hogyha bővebb információra van szükségük, akkor látogassák meg az interneten a www.napfényesgyógyközpont.hu címet. István, tegyük egy kicsit rendben azt, hogy mi is voltak éppen a gerinc, ami fizikai és energetikai rendszerünkben. Milyen feladata van, mi az az alapvető funkció, amit ellát, és menjünk egyre mindjárt, hogy megértsük azt, hogy voltak éppen mennyire fontos, és valóban tényleg mennyire tartóosztott viselkedni a szervezetünkben. Hát ahogy mondtad, ez egy tartóosztott, tehát egy rendkívül összetett szervnek viszonták mondani, hiszen egy gondolható szerv porcolókkal, inakkal, idegekkel, szalagokkal, csontokkal. És tényleg, hogyha a komplexitását megnézzük, akkor megérted, hogy miért sérülő vagy a körben idézőjelben. Tehát, hogy nagyon nagy figyelni kell neki. És itt ugye nem csak azokra gondolok, hogy a sporton az ember az nagyon temel, hanem egyszerűen egy időéletmódnál, vagy akár fogorvosoknál, kozmetikusoknál egy rossz tartás. Egész nap ez okozhat olyan elváltozásokat hosszú távon, hogy mondjuk egy vagy két év alatt nem okoz problémát, de 10-20 év alatt már igen. Nagyon sok olyan esettel találkozom, amikor azt mondja, hát már 20 éve szállnak ki a hátra, és még csak úgy most gondolod el, hogy akkor ezzel valamit kellene csinálni. És sajnos ugye, mivel az idegek ugye ott futnak le, ez egy cső, tehát fizikailag is mondhatjuk, hogy egy cső vezetik a gerinc, hogy ez csatorna, minden szervre kihat. Tehát ezért szokták azt mondani a holisztikus gyógyászatban, hogy minden beteg állapotot először a gerinccel kell kezdeni gyógyítás. Ha azt helyre rakjuk, akkor elmúlhatnak olyan problémák, amik esetleg más módszerekkel próbálnak gyógyítani, hogy a gerinc oka van. És lehet akár ilyenekről a szívszorítás, gyomorégés, akár a lábzsinálás, azok egy ismeretűnek. És itt persze nagyon fontos, hogy tényleg gerinc oka legyen, tehát ha még valakinek infarktus gyógya van, akkor ezt nem kiropraktikával kell kezelni, mert egy orvosi eset. De nagyon szépen el lehet mulasztani azokat a csípcső problémákat, ami az orvos még nem mondja azt, hogy ez egy patológiás állapot, nincs is rá gyógyszer, hanem azt mondják, hogy tanulva meg kell együtt élni, de a gerincen a helyetétel, ezek elmúlhatnak. A gerinc ugye a hagyományos gyógyászatban és a spirituális gyógyászatban is az úgynevezett prána vezetéknek is egy nagyon közeli szervrendszere. A prána vezeték az a te ismereteid, a meglátásod szerint a gerinc csatornában fut, vagy pedig a gerinc előtt vagy mögött? Pedig ugye bizonyos megközelítések szerint az energetikai vezetékrendszer az emberekben legalább annyira összetett az érrendszer, mint az idegrendszer. Ő szoktak is ilyen hasonlatot mondani, hogy ugyanolyan, mint azok, csak ott energia kerül. És a legtöbb ilyen rendszerben, tráma, csí, teljesen mindegy, hogy nevezzük, azt mondják, hogy a gerinc mellett fut, gerincben fut egy fővezeték, és a gerinc mellett egymást keresztezve futnak mellékvezetékek, és ennek többféle elnevezése van. De a lényeg az, hogy minden rendszerben a gerinc az egy kiemelt vezeték. Tehát nem véletlen az, hogy akár a meditációs praxisban is mindenhol egyenes háttal kerülni, tehát nem lehet különbözően meditálni, mert akkor ez egy teljesen más energiát hordozunk, hogyha az ember egy csatornaként van jelen. És ezért is van akár a jogában, hogy a gerinc, az egyenes gerinc, az úgymond a testi lelki szellemi egészségnek, úgymond a szindróma. Azt mondhatjuk ugye, hogy maga a gerinc a szervezetünkön belül, hogyha már energiáról beszélünk,
akkor az úgynevezett fentről jövő és a lentről jövő energiákat ugye elosztja a szervezetben, és gondoskodik arról, hogy energetikai egyensúlyunk az mindenhol meglegyen, és a meridián rendszeren keresztül, ami tényleg olyan pont, mint az idegrendszer, az érrendszer, mindenhol eljusson, és biztosítsa azt a homeosztázist, azt az általános jó energetikai állapotot, személyre szabott energetikai állapotot, amiben nincsen helye betegségnek, hanem csak egészség van. Úgy van, hát ez gondolom, hogy talán egy fő vezeték, vízvezeték, és ez nem tudom, hogy több egy helyen. Valami lesz, vagy szíven van a víz, vagy túlnyomás lesz, és átadta a vezeték. Tényleg ez egy nagyon fontos dolog, hogy az embernek van egyfajta ilyen híd szerepe. Tehát összeköti az eget és a földet, minden ilyen spirituális rendszer szerint, hogy egyfajta ilyen Jákob lajtoljára a gerinc, és ténylegesen annyival, hogyha megközelítjük, akkor a fizikai szinthez kötődik, mint hogyha a fának a gyökerét nézünk, hogyha pedig a fejé részt, a nyaki részt nézünk, akkor minden nyomhozat van jelen. És valóban az egyensúly az nagyon-nagyon fontos. Ugye maradban női haladunk ilyen, hogyha nem tudja gyökerét, akkor kívül a fa, hogyha nincs nyomhozat, akkor nem tudja fölvenni a napon. És az ember ugyanúgy viselkedik, hogy a földerőből lesz hiány, vagy az égi erőből lesz hiány. És hogyha megvan az egyensúly, akkor az időben az fizikai szint is átadja. Milyen panaszokra szoktad leggyakrabban megkeresni téged? Hát vannak a komoly betegségek, amikor már van nagyon elhanyagolt állapot, és nagyon komoly tartáshibát, nagyon komoly fájdalom, még lehet, hogy nincs orvosilag mindenülő állapotban az illető, ha a időben eljön. Az az, amikor magunkatosan kell hozzákezdeni, és nagyon vigyáz, és most hosszabb ugye a kezelés, de vannak a másik oldal, a szerencsésebb oldal, aki érzékeli, hogy valami már van, és akkor jön. És hát ugye ezért szoktam imádkozni, hogy mindenki időben jöjjön, mert hogyha előtt fogjuk, akkor nincs ugye az előző héten van a fogorvoslás. A pici lukon, akkor pici kevés van a fogban. Mert ezt mondja, hogy a picit fáj, akkor kevés kezelésre, kevés fájtan, kevés idő, kevés energia. Sajnos az, hogy a nagy magyar átlag az lesz, hogy elhanyagoljuk magunkat, azt gondoljuk, hogy ez egy luxus, és azt gondoljuk, hogy ezzel annyira nem kell foglalkozni, mert ezt maga elhanyagoljuk magától. És hát ugye a mai életmódjának, a mai stresszünk mellett így fog összejönnek a komoly fájdalmak, komoly tünetek. És akkor annak előbb-utóbb a hagyományos orvoslás a végállapota, és akár még egy nyitotig alapotkozás. És az sajnos nincs mit tenni, tehát hogyha tényleg van egy kiemelt porckoromség, és az ember fekszik otthon, és kiabálna rendőr a fáj neki, ott már nem a természetgyógyászat, amelyet a természetgyógyászatnak a prevenció jellege a meghatározó, ha van egy patológiás állapot, akkor az orvoslás tévelképe. Hogyan tudsz együttműködni például a hagyományos orvoslással? Hát azokkal az orvosokkal, akik tudnak erről és elismerik, hogy a gyógyközpontban is van az okozókus belgyógyász orvosunk, ő elevenik a rossz szoros szakmai viszonyunk, azokkal az orvosokkal nehezen a videóban hallottak. Tehát volt olyan páciensem, akinek az üzenőorvosa nem látta, hogy megtudtam milyen kezelésem volt, nem látta, hogy a köpök vonakat a hátán, és hát teljesen kiállt a hallásából, és hát hiába volt az illetőnek érzi, hogy így elhúzni neki, és érzi, hogy ez jó. Ugye egy olyan komoly ellentét, én meg erre szoktam azt mondani, hogy sajnos ez egy nem adják el, inkább egy nagy ellentét, mert az illetőnek az üzlet szempontból rossz. Sajnos a magyar orvos társadalom egyfajta vagyonos állapotban van. Vagy orvoshoz mész el, vagy természetgyógyászhoz mész el. Külföldön ez már az összhang is sokkal jobban megvan dolgozni az üzletben is. És hát itt ez egy álomszerű állapot, hogy egy nálad is őket tud eljönni. Igen, érdekes, hogy külföldön mondjuk, hogy a két országot kiadódik, például Lengyelországban, számtalan a kórházban, ahol az alapvető orvos, a sebész végzi a beavatkozást, de közvetlenül mellett ott van a primári idős, és teszi a dolgát. Hogy ott van például Svájcban, a mentőautóban van például valóra szenző. Mazagnában például sokkal előbb fel lehet ismerni azokat a szív katasztrofálunk utaló jeleket, mint az EKG mutatnak. Tehát ott már ötvözik ezeket a medicinát. Nem is beszélve, hogy ez igen egy kutatási terület. Tehát nagyon csodálkozom, hogy Magyarországon nem fogta meg így mondani a kutatókat, hogy ez egy feltáratlan terület. Tehát biztos, hogy nem egy ilyen jellegre, amely csak meghaladja a tudománynak a mostani elfogadott álláspontját. De hát voltak már egy is komoly kutatások, és hát így lehetne betegenteni. Annyi esetek vannak, valami az előnök haladtatására. És érdekes mondom, hogy Magyarországon, és nem tudom a környező országban, hogy egy ország problémának, de azért a gerinc problémák azért előbb és külös helyzetben vagyunk. Abszolút, tehát én mondtam, hogy az elvizáltalan gyilkosságban, tehát sajnos a magyar nélkül ezek elég lehetkező betegségek. Én azt gondolom, hogy pontosan azért, mert nem fejlődött, nem érzik ez a fajta igényesség, hogy ahogy fogadmosok esetleg este, vagy elmegyek vécére, vagy eszem, vagy időben lefekszem. Tehát ezek olyan dolgok, amik hosszú távon befolyásolják az egészséget, ilyen a gerincnek is
És én azt gondolom, hogy rá kell nevelni a népességet, hogy kellene, hogy kellene olyan programok, amikor rámutatnak, hogy fontos a védszegészsége. És akár apróságtól is mondhat a matracon, az iskolatásnál, stb. De ugye legtöbb esetben lehet ki az emléke meghatározó. Mondjuk ezen azt mondtam az egyik legfontosabb mérföldhoz, amit mondjuk te nevelsz, hogy gyakorlati szinten adod át ugye az ismeretet ezzel kapcsolatban, de most hétvégén zajló workshopodon majd. Ez a workshop, ez miről fog szólni, hiszen kerinc ápolása neve, ez nem szemléletes, hiszen én úgy érzem, hogy az emberek azt, hogy van gerincem, azt ilyen teljesen természetesnek veszik, működik el a dolgát, nem kell rá figyelni. Kivéve a fájdalom, de akkor már később. Mert a fájdalom az már egy bizonyos pont, azt megelőzte számtalan stációval. Itt az embereknek az egyéni érzékenységét próbáljuk egy kicsit növelni, tehát hogy vannak már apró jelek. Tehát hogy nem úgy, hogy a nagy fájdalommal kezdődik, hogy a klasszikus az a boszorkány ölődés, a hexenskusz, hogy egyszer csak beállt és készére tudjuk mozdulni. Ott a legtöbb ilyen felgöngyölés után kijön az, hogy az emberek elmesek, hogy már hetekkel ezelőtt érezték. De ez igaz, akár egy infarktusra is, vagy egy gyomorkodra, hogy már voltak elő jelek. De itt van ez a mindegy, mert dolgozunk, meg hasonló, nem tudunk meg a figyelni a saját problémákra. És én ilyenkor szoktam azt mondani, hogy az, hogyha az amitónál nem lennél észre, hogy mondjuk ötjük a terjék, vagy nem úgy zöndi, amikor mondjuk a gázt, hogy nem a szép, ott az ember utána van az, hogy lehetne, hogy mi szervizben elhossz az autó. A testünket nem kezeljük ilyen jól, a lehetünket meg pláne nem. És a workshop az bizonyos szempontból szervezőségében pont ezt próbálták képviselni, hogy az ember tud tenni a saját gerincének az egészségét, én egy végpont vagyok. Tehát az akkor kell elérni, amikor már tényleg van baj. Mert hogyha az ember mindent elszámol, 20 percet, fél órát, meghatározó gyakorlatot a védelem, és ez nem olyan boszorkás, tehát a klasszikus gimnasztika gyakorlatokból kell tudni, tehát nincs nagy változat ebben sem, hogyha ezt megteszi az ember, akkor hosszú távon ezzel biztosítja az egészséget, és akkor ha azon felül történik valami, tehát cementes zsákot cipel az illető, és meghúzza át, akkor persze helyre kell rakni. De nem mindegy, hogy egy akut probléma van, mert tényleg egy elrontott, elhanyagolt életből fakadó betegség jön létre. Kedves nézőnk, hogyha van kedvük esetleg Pistinek meglátogatni a workshopját most hétvégén 7-én 9-től 12 óráig, akkor látogassák meg a Napnyás Bőgőközpontnak a honlapját, és ott lehet is regisztrálni. Az vagy akár telefonos megteheti, ez a 311-77-77, a telefonszámunkban a teljes előválasztó, ez egy budapesti szám, itt is lehet nyugodtan helyet foglalni hétvégén workshopra. Pisti, egy kicsit térjünk át az energetikai lélekben egy gyökerező problémák és a gerinc kapcsolatára, és itt hadd kezdem a személyes történetet, ami nem is olyan régi. Tavaly szeptember vége környékén volt egy olyan életciklusom, kaptam fel ott a gazdagon, kaptam a súlytást, gazdagon a taslikat, és hát az embernek mindig van ugye egy stressz pontja, amikor feszül, de elpattan. Az lehet fizikai szinten, de lehet akár lelki szellemi szinten is, hát nem azt előbb jött el. És volt egy nagyon elpattantam, és dörgedelmes szavakkal az ég felé fordultam, hogy hát miért kapom én ezt, csak nem én szépen mondtam. És ez olyan este 7 óra környékén volt, és este 9-kor kezdtem el érezni az umbrális alsóterék tájé szakaszon, hogy valami nem stimmel. Játszottam a kisfiammal, és úgy éreztem, hogy mintha meghúztam volna olyan érzés volt. 9-kor befeküdtem, és 11-kor fel kellett kellem, egyszerűen sehogy nem volt jól feküdni. Tehát nem az a pozíció, hogy a kérdésben. És éjjel egykor már az volt, hogy már föl kell tűnöm, az ágyban már annyira fájt, és elkezdett lesugározni mindkét oldalon a lábba, tehát valami ideg gyöki nyomás következett be. És csodálatos egyéb maga a folyamat, hajnal 3 órakor már csak járkálva tudtam ügyelni semmi a fájdalmat, és azt is úgy, hogy a két kezemet, konkrétan egy ilyen pozícióba így ki kell magam húzni, és így kell sétálni. Tehát már közben megkaptam a választ, hogy miért kaptam ezt, tehát a 20 ki magadra tartás legyen meg egyedek, de el kell mennem. Tehát ez pokoli fájdalom, tehát idegnyugi nyomás, idegfájdalom, az egyszerűen szerintem nagyon rosszabb. Elmentem orvoshoz, ugye CT, sürgősségi, előre voltosult, a diszkoszernyőt latinulik hívnak, ugye ez a gerincben lévő porckorom, ami a csigolyák között van, és biztosítja a mozgásokat is, és azt, hogy tudjanak egymáshoz képest valamennyire elmozdulni. És ez előre voltosult, mint az ideget. Hát azt mondták, hogy végre van, meg kell feküdni, kap infúziót, stb. És hát mit itt lesz. És mivel nem értettem az okát, hogy mi ez a tanítás, ezért nem kellett 2 nap, és totálisan visszahúzódott. Az orvosok azt mondták, hogy ez lehetett. Hiszen ott van a CT, nem mutatta, ki voltosult, kizárólag, stb. És mégis megoldódott. Nagyon komoly kapcsolatban van ez a bizonyos tartóztó, és nagyon komoly kapcsolatban van ez a bizonyos vezérés, amit mondja azt. Nem, hogy ez a
holisztikus gyógyászatban ugye pszichoszomatika ismert új fogalom, és ennek nemrégen találták meg egy pár tíz év a kapcsolódását, hogy igen, feltételezik, hogy van egyfajta lelkiséve az embernek, hogy tudatbeszélő, lelkiséve szépen elmérték, meg a működéséről lehet következtetni, hogy ez létezik. És nagyon egyszerű a kapcsolat, ugye azt bebizonyították az orvosok, és az elmondottan is üdvözlőben, hogy ha éri őket egy stressz, akkor lesz egy izom összehúzódás valahol a testükben. Ez nagyon egyszerű, hogy megnézték az embert, összehúzódnak az izmok. Ugye az állatoknál ez a helyzet az akkor, hogy létre, amit megtámadják őket, ilyen mondjuk az ember elkezd futni, és lesz valami harc, és akkor vagy nem lesz, az oroszlán, vagy elmenekül, tehát mindig van egy lefutása a dolognak. Az ember viszont képes arra a tudatos működés elérén, hogy mondjuk beültődik egy sötét szobába, nem történik semmi, nem éri semmi egy mindent, azt mondják neki, hogy gondolja a világ végére, vagy elfogja a pénzzel, vagy nincs mit enni, de az ember becsukja a szemét, elkezdődik gondolkodni, létrejön az izom összehúzódás, úgyhogy fizikailag nem történik semmi. Tehát a tudati működésünk képes erre. És hogyha ezek a stresszek, ezek megmaradnak 10-20 évig akár, de egy-két hónapban még nálam ugye volt egy periódus előtte, ott akkor létrejön izom összehúzódás, mondjuk nálad ott azon a részen, hogy a lombági szakaszon, és akkor az egyik oldalon elenged az izomzat, a másik oldalon összehúz, és már kijött a csibolya. És itt van az, hogy persze, ha elmúlik a stressz, akkor az izom rendeződik, és helyére tud menni spontán is a csibolya, vagy helyére rakják teljesen mindegy. De a legtöbb pszichoszomatikus betegségben hátterében ez van, hogy van egy stresszes állapot, egy életellenes állapot, de ezt az ember nem küzdi ki. Tehát az embernek már nincs párban, nincs harc, hogy nem lehet sportolni, vagy erős sportolni maximum, erről esetben. Az ember nyeri, és ez a fajta feszültség, ez valahol a fizikai testében problémát fog okozni. És a gerinc az egyik legpszichoszomatikusabb szervünk egyrésztről, másrésztről persze van az is, hogy kimondó egészséget hoz, tehát valakinek a már egy ilyen született, valakinek a gerincet. És ez az összekötő kapocs. Tehát, hogyha stressz van, hogyha van egy lelki feszültség, és ez mindenkinek van, periódusok vannak, de általában a mai élet ezt nem is tudod, hogy olyan, hogy stresszel teli, és ugye nem tanultuk meg, hogy hogyan kellene a stressz kezelni, hogy ezt az iskolában nem tanulják meg az emberek, és ha tanultuk meg, akkor ennek ilyen keserű ára van, hogy betegségek vannak, és a legtöbb ilyen workshop, vagy a legtöbb terapeuta erre törekszik, hogy az embert egy olyan állapotba jutassa, hogy ne kelljen eljönni kezelésre, mert ő magának tudja oldani a saját stresszét, hogy ne lenne nagy probléma. És ilyen, mint ahogy nálunk is, hogy fel lehet ismerni már szagról szinte azokat a helyzeteket, hogy hú, ez már az már kezdett terítődni, már egy kicsit húz, és ott lehet óvatosnak tenni, akkor valamit csinálni kell, és akkor vagy ilyen baj nem, amikor a terepet kerülni. Nem tudjuk esetleg azt csinálni, hogy a fejtől elindulva egészen az ágyúgi szakaszig végigmennénk elnézni, és elmondanánk, hogy mely területek milyen pszichoszomatikus tüneteket tudnak produkálni, hogyha kibújna az ember az egyen súlyból, és melyik azok a lelki vagy szellemi problémák, amik ezt erősen behidézni. Hát ugye itt általában a keleti csakrarendszer szokták alkalmazni, hogy a két fő csakra a fizikai testben, a gerincbe bekötve. Ugye a hetes csakra az a fejnek a tetején van, és a normális orvoslás is a pokolnyáti mérgősú csigolyának tartott, tehát igazából az egy az első csigolyát, csak az egy kicsit más, mint a többi. Ott ugye a gerincvelő maga az agy ilyen szempontból. Ott mindenféle ilyen fejfájásokat szokott okozni az ütélő blokkok, akár nagyon extrémesebb gasztrókot, agyérzés, szívülés, tehát minden, ami az agyütelő, akkor az agyvérellátással függ össze. Itt általában közvetlenül úgymond a fenti világban, hogy viszont van meg kérdőjelezve, általában a materiális embereknek, vagy a materiális embereknek ez a részük nagyobb előnyel, hiszen fölfelé nincs volna kötésük. Nem minden agyon, jobb az agyon. Igen, tehát inkább az agyukat használják, és ugye megpróbálják logikailag megközelíteni a világot, és ez ebben az esetben nem lehetetlen, hogy logikában nem mondja ezt megközelíteni. Egy hosszú távon mindenképpen mindenki, hogy felnőttek problémák. Ugye a következő a harmadik szempont a hatos csakra, amikor a homlokon, itt is nagyon erős fejfájások tudnak keletkezni. Az ide tartozó területek igazából inkább így a rendszerlátás, tehát hogy mennyire tudja az ember átlátni a saját életét, mennyire fedezi fel az élet igazságokat a saját életében. Itt van az, hogy az ember nagyon maga saját életére, tehát mondjuk élet hazugságokban él, ő azt gondolja magáról, hogy valami nem tudja, teljesen más miért. Ezeknek a hazugságnak a leleplezése szokott itt jelentkezni, és itt tényleg mindig van az embernek egy ilyen vakság jelenére, hogy elkezdi látni a saját életét, és azt mondja, hogy úristen, de akkor nem eddig, hogy ezt hogy hogy nem látom, hogy nem látom senki. Ugye a következő torokcsakra, ami a kommunikációval függ össze, ez a terület az, ahol
az jön elő, hogy mennyire tudom a saját belső világomat kifejezni és láthatóvá tenni. Tehát ez akár metakommunikáció, akár beszélkommunikáció, bármilyen olyan módozat, amivel azt mondom, hogy ami belül van, mint belső tartalom, azt neked úgy meg tudom mutatni, hogy, hogy ugyanaz legyen. És itt is vannak ugye a hazugságok, hogy az ember más mondjuk, ami benne van, hogy az, amikor úgy szívből beszél az ember, és tipikusan ugye tartozik. Itt az ideális az lenne, hogy felszólítva, a közésmentesen tudom megtalálni. Ami benne van, az teljes egészében tudom rakni. Akkor mondjuk azt, hogy jól működik a torokcsakra. Ha ez nincs, akkor van kötvénycselés, torokszánság, torokgyűlölás, egyenségtel számosért megfelelődnek. De a szívcsakra van a lelkos közepén, illetve kisugárzik nagyon sokszor a hát közepére. Tehát minden csak hogy a hátul is tud jelezni. Hát a szívügyek, hát minden fejezem ki az érzelmeinek, mennyire érzelmeinek sebezhető, miközben az érzelmeinek kifejezem. Itt szoktak lenni azok a kérdések, hogy mennyire jön szívből az életemet, mik azok a területek, amiket szívből csinálok, mik azok, amiket nem szívből csinálok. És ezekre a válaszokat nagyon szépen kiadják, hogy hogy állok így a szívügyek. Tehát mennyire jön átmegyom akár egy kapcsolatban az érzelmeket. Tehát mennyire nagyobb fejezetőzőkkel is mondtam. A harmadik hármas csakra ugye ez a plexus solaris dorszálában. Napfolatnak is hívják. Ez a stressz központunk. Tehát itt van az, amikor az ember elsősorban megjegyzi azt, hogy nem a stressz, ez egy jogos szorítás, hogy fú, valami jogos helyzet van, és ilyenkor szokott reflux lenni, emésztési zavarok, hasmerés, hányás, bármilyen erős tünetakára végül gyomorrák. Ez a terület az, ami elsősorban az életelőért felel, illetve az élet örömöknek a megélésért, illetve a saját belső örömmel hogy tudok élni, illetve a családi viszonyok ide kódolódnak, tehát hogy milyen a viszony a családtagjaimmal. A körök alatt a kettes csakra, ugye a mennyi csakra, itt elsősorban a párkapcsolati problémák jöhetnek elő, milyen a viszonyom a másik nemmel, de akkor milyen a viszonyom a saját belső másik nemmel, tehát mondjuk a férfiként a belső nemmel hogyan tudom megmondni. Hisz mindannyiunkban megvan az ennek az ügyőség is. Így van, és akkor ugye azt szokott lenni, hogy általában állítom a másik nemmel magamban, akkor az jelentkezik ugye egy párkapcsolati probléma, a elkötelezedési válság bizalmi problémák. És hát a klasszikus egyes csakra, ami a gerinc aljából tényleg mint egy gyökérzet mutatkozik meg, de tartoznak az egzisztenciális kérdések, tehát a gerinc konkrétan, és ugye a mai világban ez ezért szokott lenni, hogy a gerinc konkrétan elérteni, hogy nagyon gyakorlatilag a nyugati civilizációval, mert nálunk ez, ez az egzisztenciális biztonság, ez a mi jelenlétünk jó. Nem írjuk meg azt, hogy a Föld ez egy barátságos hely, és milyen jó ütem, és örülök, hogy jelhető, hogy biztonságban vagyok. És ide tartozna az egoizmus, az egoizmus szerepe az életben, hogy mennyire tudok asszertívan, mennyire tudom a saját akaratomat úgy is a világ felé közvetíteni, hogy a másik ember szabad akarata is meghaladjon, és sérüljön. Hát igen, ez van az ideális állapot. Nyilván való, de elfelé tartunk, tehát ez a önmagában, hiszen egyre több, hála Istennek, szóval megszorosabb értelmében, az a emberek száma, akik tudatosan jönnek az önismeretüket jelek, és aki előzőtől állít, az már voltak, hogy ebben az irányba tart. Tehát ez egy időbős változás. Kedves nézőink, most már lehet telefonálni nekünk, fel lehet tenni Istvánnak kérdéseket. A 061-785-3077-es telefonszámot hívják, ez egy teljesen alapos telefonszám, nem emelt díjas, úgyhogy nyugodtan lehet telefonálni bármilyen készülőtől, és itt időben feltehető a kérdést. Hogyha valami gerinccel, energetikával, vagy pedig azon témakörökkel kapcsolatosan, amit Istvánnak említettünk és érintettünk. Ugye a gerinc problémák már eléggé korán tudnak egy ember életében jelentkezni. A gyerekeknél, hát mindannyian tudjuk, amikor volt a skóra, a gyerekorvosnál, egy iskolaorvosnál egész pontosan, akkor minden ilyen sajnálkolója van. Meg gerincfertőzése, meg kifózis, meg minden. Ezek milyen jelek? Minek kéne jól figyelni? Tehát például egy tudatos nélkül szülő, mire figyelem gyermekével kapcsolatban, hogy egészséges gerincel és azáltal egészséges energetikával tudjon jönni. Ugye először azt kell leszögezni, hogy ha csak nincs olyan, hogy megmond egy kóros változás, minden újszülött egészségeségét fél egyszer születik. Tehát ez egy alap, nincs, hogy nincs lehet egy előző újszülött. Viszont tényleg is lehet érdekelni azt, hogy az iskolakezdés környékén már felérnek ezek a problémák, hogy nehéz az iskolakásról lesz szokták mondani, hogy félrevisz a vállalatban, mert erről van szó, hogy mit is van egy nagyon konkrét lelki hatás, mint pedig a túlzott felelősségvállalása a gyermeknek. Tehát ugye a mai iskolarendszer arra van kérdezni, nagyon korán terhelik a gyermekeket, akár intellektuálisan, és akár a felelősségben is, hogy felvételni van első osztályban, meg kell felelni, meg van a próbára. Hol ott ebben az időszakban, még a lelkületükben inkább a játékmenet, a játékosság, a kreativitás és kreativitás. És nagyon sok esetben én ezt látom egyfajta oknak, a feltételező, hogy bármilyen egész probléma mögött
kisebb gyermekeknél, hogy nagyon erősen túl vannak terhelve. És ez nem biztos, hogy a szülőtől jön, mert talán a maga lesz, és a szülő ezt nem érzékel, hogy gyereket ez igenis bántja, de nem biztos, hogy a szülő tevőlegesen ebben részt vesz, és ő terhelve a saját gyermekét, hanem ezt gondolja helyesnek, hogy ez jót tesz a gyereknek. De ez mindenképpen egyfajta ilyen, hogyha fizikailag nincs jó gyermek, akkor lelkileg sincs jól. Csak ők még egy picit nem tínédzserek, akik már még megmondják, hogy igen, bajuk van, ők meg akarnak felelni a szülőnek, ez megint egy plusz teher számára, hogy egy jó gyerek is akar lenni, és nem engedi el magát, és így a klasszikus az első osztály, hogy ülj egyenesen, fiam, ne mocorogjál, ez is például a gerizmény, hogy egy halálos állapot, hogy 45 perci mozdulatra volt előbb, hogy egy utána. Szomszédot kézzel, vagy hátlátott kézzel, és a legtöbb gyerek pedig vizetni a mozog, mert érzi azt, hogy nincs jó helye a gerinc, akkor ezt megmozhatja. Ezeket beleépítjük, belekódoljuk a gyermekeinkbe, és akkor ténylegesen olyan felnőttek egy gyárkunk, akik karolt jelent, nagyon veszi össze a saját jelzéseit, és fizikailag ilyenkor nagyon sokat lehet tenni azért, hogyha akár 6 éves, 5 éves kortól is már egy nagyon finom masszást, egy nagyon finom gerinckorrekciót lehet alkalmazni, és persze megnézni azt, hogy mi ez a stressz mögöttel. Találkoztam olyan kislánnyal, aki egy napolagos kislányra behozta az anyukájának, mennyire izzadt a tenyere, hogy elásztotta a lapot. Tehát nem tudott kijönni az iskolába, hogy rátette a kezét a lapra, és szó szerint fogta a kezét, és csúnyolt róla, hogy nem láttam még ilyet. És ott is kiderült, hogy neki már volt egy saját kis folyamata a tanárnévével. Tehát, hogy ott ők összevesztek, és ő kínosan érezte magát, és megalázottnak érezte magát. És ezek azok a problémák, amik lehet, hogy ott hatás sem volt. Egy kislány akar lenni, hogy üdvözlő, hogy szülőségre megértetek, meg vagy tanultól jönni, mert rengeteg ott lehet. És még egyszer mondom, nem a szülő a hibás ilyen szempontból. Egyszerűen mai jogam életünknek még a saját gondra se tudunk, nem tudunk figyelni a gyerekeinkre. És ott például nagyon egyszerű volt, hogy éppen egy kineziológiai oldással lehetett ezt azt a problémát orvosolni, hogy neki is a gyerekeinknél látszott a gyerek sajnos. Kedves nézőink, hogyha kedvet kaptak a hétvégi workshopon való részvételre, akkor egyetlen egy nézőnek, pontosabban e-mail küldőnek lehetősége van minden esetben részt venni ezen a workshopon műhelyi gyakorlaton, rohadt egyszerű a menet. Egy szót kell, a napfényes szót elküldeni e-mailben az infókukat napfényesgyógyközpont.hu e-mail címre, és a központ munkatársai egy valaki kisorsolnak a csütörtökön délután 16 óráig, és majd érdeklődik e-mailben, és itt majd minden esetben részt venni ezen a workshopon. Nagyon érdekes, amit a gyerekről mondtál, hogy a szülő-gyerek kapcsolat mennyire intenzív, vagy éppen nem annyira intenzív, hanem passzív adott esetben. Nemrég olvastam egy kutatási adatot Magyarországon, ami döbbenetes volt számomra, és nagyon nehezen egy számomra tényleg ez van, tehát egy megbízható és ráadásul megvésű spirituális kutatásról beszélünk. Ami azt mondja, képzeldem, hogy a magyar családokban a gyermekre szánt idő naponta az fókuszált idő az 7-es perc. Ugyanakkor a televízió nézése másfél-két óra. Ugye ezek is egy rendkívül erős hatással vannak a fejlődésben, és hát ha magyar nyelvre gondolkozunk, akkor a gerinces legyenre, ahhoz tényleg foglalkozni kell a testületi mentális szintjével, tehát még három van egyszerre. Igen, itt voltak olyan egyik kutatásokból, azt vizsgálták fölmérésekben magunknál, hogy kiből lesz alfahíj, melyik egyedből lesz alfahíj, hogy a lelkes kutatás egyedekről beszélünk, és kiderült, hogy azok az egyedek lesznek azok, akik az édesen sokat hurcol. És azt ugyanúgy megnézték civilizálatlan törzseknél is, hogy azt történt, hogy felkötik a hátukra az anyukákkal a gyerekeket, és akár három éves korig hordozták őket, ugye kígyók miatt hasonlóknak ennek a fizikális oka, és akkor azt mondták a kutatók, hogy hát milyen fura, hogy egy három éves gyerek állandóan az anyu hátában, de mégis utána tud járni, és rendben van a gerinc, és erősek az izmai, holott azt gondolnánk, hogy hát folyamatosan egy ilyen hordozó pozícióval elhallatt, hogy elsett volna az izmok. Nagyon érdekes, hogy ugyanazt találták a főemlősöknél, hiszen a civilizálatlan törzsödés, hogy azokból lesznek egy nagyon erős harcos tudás egyetek, akiket sokat cipel az anyukájuk, sok a kontaktus. És akkor ezzel szemben mondjuk egy átlag francia nőknél az történik, hogy 6 hét után megszűnik a gyermek, hogy 6 hét után meg visszadolgozni. Felvesznek bizony gyógyszereket, minden tegyettől elakasztják, el is kell szoktatni a gyermeket, és a gyermek meggyőzés van. És hát csodálkozunk, hogy ide megnyílik deviáns kábítószerek, sőt bizalomgyárás beteg kivételük van, hogy akár felnőttünk. És ez egy nagyon komplex dolog, tehát tényleg egyrészt hogy fel lehet fogni a fizikai részét is, hogy hogy lehet azt, hogy kurcol, hordozó gyermek is ugyanúgy erős tud lenni, mint a gyerek, aki tényleg lábon jár és eltölti 3 évet kimozog, de lehetőleg ennek sokkal nagyobb hatása van.
És ugye a domináns egyébként úgy kérdezettek sejtel, azok erősek, ügyesek, szépek. És ugye nagyon érdekes a másik oldala, hogy azok az egyébek, akik viszont a kizártak lesznek a párják, az omegák, azok úgymond nem tudnak párosolni. Tehát a természetben ők kihalnak, ők nem tudnak szaporodni. Az embernél viszont ugye nem álló módszer a meghatározó, tehát ott ez nincsen. És akkor érdekes, hogy miért tartott az emberiség, ahol tart. Tehát, hogy abszolút az a fajta lelki megtartás, amit te is mondtál, ez most már hiányzik a nyugati civilizációban, mert nem tartjuk értéknek, vagy fáradtak, vagy nem gondoljuk, hogy ez nem egy befektetés. Hogyha nullától hat éves korig nagyon figyelek a gyermekemre, akkor az meghálálja magát. És nem lehet megpótolni. Tehát nincs olyan, hogy az első évben nem figyelek, mert azok a másik időben nem figyelek, mert akkor kimarad valami. Akkor valami nagyon komoly sérülést tud összeszedni a gyerek, ami valahol szomatizálódni fog később, ez biztos. Mi van abban az esetben, hogyha a gyógyközpontban, napi gyógyközpontban ellátogat valaki, akár problémával, akár preventív szándékkal, és mondjuk egy teljesen más szakterületről irányítják hozzád. Hiszen gondolom ez előfordul, hogy akár mondjuk egy önismereti asztrológiai konzultációról hozzád kerül, mint gerinszterapeuta. Ugye? Tehát ilyen is dolgozhat ilyen szinten. Persze, hogy a kollégákkal van egyfajta összmunka, vagy szakmai munka, és azok az eseteknek, amik... Tehát úgy mondjam, a hétköznapi eseteknek nem hiszem hozzatosan, hogy ilyen tudom a rámában. Tehát ez a dolgok esetben, viszont vannak a komolyabb ügyek, akkor mindenképpen van egyfajta konzultáció szakemberek között, és megpróbáljuk minden oldalról ezt megközelíteni, hogy a biokratika inkább kimondott a fizikai gyógymód. Én akkor megpróbálok arra koncentrálni, hogy fizikailag az a része emberi az életének, emberi akar, de akár az asztrológiánál, vagy akár a kineziológusoknál, vagy akár az antropozókus orvoslásnál, mindenki a maga részében ezt megpróbálja hozzárakni. Tehát nem biztos, hogy egy terapeután belül találkozik az összes terület, hanem lehet, hogy végig kell járni, és sokszor tapogatózni kell. Tehát nagyon fontos az, hogy minden embernek meg kell találni a neki megfelelő terápiát, a terapeutát. Mert hogy nem szimpatikus az illető, ilyen a legjobb kineziológus, a legjobb pirokraktor, ha rázza tőle a hideg, akkor egyszerűen más kell kérdezni. Más a védelezek végig. Viszont. Hogyha valaki ellátogat mondjuk hozzá kerül, akkor hogyan kezdődik el mondjuk a kezelés, az állapot felmérés, hogy maga terápia? Mindenképpen van egy beszélgetés, ami mindig bármilyen hosszú eljúlhat, tehát az első kezelés nagyon sokszor akár beszélgetéssel is tanít, hogy az Instagram, hogy ővel mi van, van egy kortörténete, hogy egy honlát már mi van, és akár nem az a lehetőséget meg szokta mutatni. És megpróbálom felmérni azt, hogy mire van szükség. És hogyha úgy ítélem meg, hogy esetleg nem konkrétan a tünetben, hogy neki mindegy legyen, és akár kiutatjuk a kínzióra, vagy akár segítő beszélgetést, akkor ezt meg szoktuk beszélni, hogy én melyiket gondolok, én mondom, hogy én melyiket gondolom volna. És hogyha gerinc, akkor neki látunk, hogy mindenképpen van egy masszázs. Tehát ez alatt, hogy egy 20-30 perces masszázs, az kell egyrészt azért, hogy elérjen az illető, kicsit megnyugodni, elengedni, mert ő szólt, hogy jó része, hogy mindenki szeret idézőjelben. Utána általában szoktam kötőterápiát alkalmazni, hogy bepróbálok a reflexológiát, amely egy szívó fogalmányban áll, ugye külön jól lesz a bajtérelő és a módszer. Ez is egy másfajta módon az, mint az izomzatot, ugye a vérrendeit, stb. És akkor utána jönnek a mobilizációs technikák, ami kifejezetten arra szól le, ha szükség van rá, hogy gerincnek az egyensúlyát egy kicsit helyre rakjuk, meg visszaállítsuk. Hogyha nagyon beiratkan, akkor fogalmaznak ez a helyreállítás, ami amit mondjuk a járművet, a futómű hangolások és itt tudom, hogy beállítás. Igen, hát itt ugye a gerinc az a legkeményebb rész. Tehát ugye ez tényleg olyan, hogyha mondjuk kiugrana a lábad, és az helyre kell rakni. Tehát a láb is egy nagy izület, vagy egy térd is egy izület, ha egyébként az ugyanúgy, hogy a gerinc is sok-sok pici izületből áll, és ugye ezeknek az elváltozásaiknak a pozícióját kell egy kicsit mahinálni, mindenkinek helyreállítani, és azt szokta hozni ezt a megkülönítést a nyaknál, úristen kapja ezt a fejem, majd kezd, hogy jobban lehet, jobban hallja, tehát egy egész komolyan. Ez egy élettani, tehát ez tényleg ezt úgy kell elképzelni, hogy ha lenne egy slag, vagy egy víz van, ha rátaposok, akkor megcsavarom. És ugyanez egy egésznél, hogyha egyszerűen a csontot mondják az idegeket, akkor bármi lehet. Hiába működik jól a szervel, vagy hiába a lábon volt egészséges, hogyha nem kap idegi impulzust, akkor az izgény nem fognak tudni működni. Ez olyan, hogyha nem lenne áram egy gépezetben, hiába hibátlan a gépezet, ha nem jó az áram, vagy irodozik az áram, akkor nem viszont a tanul tud működni. És ugye az idegek számítják az energiáját az embernek. Igen. Kedves néző, hogyha esetleg úgy érzi, hogy az önképezetében van valami diszfunkció, hogy felépett már valamilyen kívül,
gyanús elváltozás, hogy esetleg fájdalmat érez, genisztályokon bármilyen területen, amit most ugye végbe túl, hogy számtalan területen lehetnek, vagy akár nem megtalálhatóan lévő gerinc, akkor jelentkezzen be a napfényes gyógyközpontba, ezt megtehet az interneten keresztül, www.napfényesgyógyközpont.hu, vagy pedig 377-1111-es telefonszámon is. 311-1111, igen, fordítva. Igen. 6. kerület, Terész körút, 46-os számon fordítva. Még egy nagyon fontos kérdés, így lezárva a napfényes műsor. Mi volna az a pár jó tanács, amit minden egyes emberben tudná tanácsolni az ügyben, hogy a gerincét azt megtalálhatóan tarthassa, és hogy hosszú tervelésen megtalálhassa? Az onnan, hogy az első a figyelem, tehát hogy próbáljuk megészelni a lelket, ne hazudjuk el a lelket, ne gondoljuk azt, hogy nincs probléma, ne gondoljuk azt, hogy minden jól, aztán azt jelenti, hogy keressük a problémákat, és egy kipó van velek, hanem az, hogyha van valami jelz, és mit az a portálhoz, lötyög valami, kaptok valami, akkor kezdjünk gyanút fogni, hogy hát ha valami probléma van. Mindig keresünk egy szakembert. Én azt szoktam javasolni, és a tőlem is, hogy ezt így előre teljesen igazuk van, először orvoshoz vagyunk. Nézessük meg, tölgyezzük meg, vizsgáljanak meg, mondják meg, hogy ez micsoda legyen a diagnózis, és utána, hogyha az orvosi kezelés esetleg még egy kis kiegészítést kínál, akkor érdemes elmenni a természetgyógyászhoz. A kettő ugye elmenni egymás mellett a funkcionális, komplementer medicinaként, és ha ez megvan, akkor biztos, hogy múlni fognak a válaszok. Amit a hétköznapokban tudunk csinálni a figyelmen kívül, az az, hogy figyeljük a tartásunkra, mozgunk, tehát hogy mindenki válaszol egy egyszeres formát, ami neki megfelelő, intenzitásban, korábbhoz viszonyítva, meg éhez viszonyítva, ami megkézenő jó, és ezt rendszeresen csináljuk, tehát nem havi egyszer, vagy két havat egyszer, hanem rendszeresen. Az életmód nagyon fontos, tehát az időbe feküdjük, időbe kerüljük, a természetes ritmusok úgymond megérdelek, az étkezésünkben nagyon érdemes figyelni, és próbáljuk majd ugyanolyan módon, ahogy a fizikai jeleket megpróbáljuk észrevenni, észrevenni a lelki jeleket is. Hogyha rosszabb út a helyem, ha nem megfelelő a párkapcsolatom, ha tudom, hogy hatalmas keresztek értek az én emberre, és úgymond bele vagyok megemésztek a lelki folyamatokkal, azt pedig azt azért érzi az ember, ha már halvány zavar jött föl, például álmatlanság, az mondjuk kóra stresszérzés, hogy berejtékezik az ember, vagy akár már pánikbeteg, stb. Ezek mind-mind azt jelenti, hogy valamiból biztos, hogy van. És ezek mind a gerincre is kiadnak, hát ott már ebben a lelket is magának gyógyítani kell. Ha ezekre figyelünk, akkor általában az ember tudja kerülni a akiket. István, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad voltál a műsorban. Nekem személyesen még egy pluszt is adott, hogy a személyes találkozásban lehet, hogy 15 év távlatából körülbelül, nagyon jól találkoztam vele. Kedves néző, köszönöm önöknek a figyelmet, ne felejtjék el, hogy ez a műsor megtekinthető és le is tölthető a Légertégedbe a oldalán és a YouTube-on is, úgyhogy keressék, és ha úgy érzik, hogy hasznos információt kaptak ebből a műsorból, akkor nyugodtan osszák meg mindenféle fórumon, akár a kedves e-mail csoportjukban, az ismerőseikkel, vagy akár a Facebook oldalon is. Ne felejtjék el, hogy bejelentkezni, illetve bővebb információt megtudni a gyógyközpontról, a www.napfényesgyógyközpont.hu címmel lehet, és hát még mindig, ugye csütörtök 16 óráig lehetősége van majd egy embernek, hogy ingyenesen részt vehessen a gerincápolás műhelyi gyakorlaton. Istvánvaló szombaton 9-12 óráig a napfényes gyógyközpontban. Esetleg más nem kell tenni, csak a napfényes szót e-mailben elküldeni, az infókukat napfényesgyógyközpont.hu e-mail címre. Nagyon köszönöm a figyelmüket, tartsanak meg tovább esetleg megtérőt, és ne felejtjük ezt a műsorot bármikor megnézhetik majd a jövőben. Kellemes szórakozást kívánok, egészséges és boldog életet, viszontlátásra. Termünk, ahol éppen be tudunk pillantani egy Hellinger családállításba. Lelki nehézségeink feloldása történet művészeti munkával is. Jó, és akkor ezt hozod le. Szobáinkban különböző kezeléseket tartunk, ebben a szobában például egy kineziológiai kezelést láthatunk.
következő szobában pedig egy falféle diagnosztikai módszerrel dolgozó kollégát láthatunk. Lehetőség van nálunk a gyógymasszázs, illetve gerincmasszázs igénybevételére is. A következő szobában pedig egy Dr. Hauska féle kozmetikai kezelést láthatunk. És itt található a biológiai fogászatunk, ahol szájsebészeti és implantológiai kezeléseket is végeznek.